40 kilós gránátokat lőttek ki a katonák a Bakonykúti lőtéren. Itt 4 önjáró löveget hoztak a lövészek működésbe. Ezek egyebek mellett a Magyar Honvédség új eszközei. A múlt héten az egyenruhások a műveleti feladatok végrehajtására készültek, speciális feladatokat is kaptak, hiszen a cél a Magyarországon állomásozó nemzetközi haderő összekovácsolása volt. Ez magába foglalta a különböző nemzetek erőinek integrálását, a magyar alegységek mellett olasz, török, horvát alegységek is szerepelnek ebben a kötelékben. Tehát elsősorban itt a zászlóalj vezetésirányítás rendszer gyakorlása volt a kiemelt cél, illetve ugyanez volt gyakorlatilag a cél minden egyes részvevő elemnek, hiszen ez egy elég összetett és bonyolult vezetési irányítási rendszert foglal magába, egészen a stratégiai szintől, egészen a harcászati szintig. A héten a Magyar Honvédség gyakorló és lőterein, valamint különféle kormányzati, önkormányzati és civil területeken az ország mintegy 30 pontján zajlik a hadgyakorlat, már a keleti ország részben. A gyakorlat egyik fő célkitűzése az, hogy a Magyar Honvédség szervezeti elemei, illetve a védelmi igazgatás bizonyos rendszerei kapcsolatba kerüljenek, és ezt a kapcsolatot teszteljük. Tehát a következő időszakban ennek a gyakorlatilag az eredményének a feldolgozása, a tapasztalatok feldolgozása kerül végrehajtásra. Annak érdekében, hogy adott helyzetben azok a feladatok, amelyek most esetleg hiányosan, vagy lassabban, adott esetben gyengében kerültek végrehajtásra, azok a hibák legyenek küszöbölve. Katonai konvojok mozgására, forgalomkorlátozásra az ország szinte egész területén lehet számítani továbbra is. A hadgyakorlaton közel 5000 egyenruhás vesz részt.